Nyilvánosságra hozta a központi választási iroda az ellenfőválasztásokat érintő a mozgóurna használatára vonatkozó irányelveket. A döntés értelmében a mozgásképtelen szavazók, akik ezt hivatalos dokumentumokkal igazolják, kérhetik, hogy szavazatukat külön urnába adják le. A kérelmet annál a szavazó helyiségnél kell benyújtani, amelyhez az érintett személy lakcím szerint tartozik. A szavazók a kérelmeiket és a betegséget vagy rokkantságot igazoló iratokat legkésőbb november 22-én, pénteken 12 óráig a megyei választási irodánál is benyújthatják személyesen vagy elektronikus úton. A második fordulóra kerül sor ebben az esetben a benyújtási határidő december 6-a 12 óra. Nem igényelhetnek mozgóurnát a jelöltek, illetve azok házastársai, közeli rokonai és sógorai. Azok a választópolgárok, akik külföldön tartózkodnak a választás napján, nem élhetnek a mozgóurnás szavazás lehetőségével.